Sokszor felmerül az a kérdés, hogy milyen botot használjunk a PVA begezéshez. Két botot hoztam ma magammal, egy klasszikus pontyozó botot és egy fader botot a fader bot szerelmeseinek. Meg is mutatom őket. Mindkét botot a közép-alsó árkategóriából választottam. A pontyozó bottal kezdenék, ami nem más, mint a Carp Academy Endless Carp. A botnak a markolat része gyönyörű parafával van szerelve, az orsó tartó elé és mögé kapott egy parafa dizájnt. Az orsó tartója 60-as, 80-as orsókat nagy biztonsággal tartja. Döntött gyűrű sorral van szerelve a bot, ami segít nekünk a nagyobb távolságok elérésébe. Ez a 360-as verzió, én magam 120 méteres távolságot tudok vele meghorgászni. Szívvel ajánlom mindenkinek, PVA technikához ez egy kiváló horgászbot. Nézzük a fader botot, amit ajánlanék ehhez a technikához, melyet a Fishington webáruház jó voltából tartotok a kezembe. Ez nem más, mint a By Dome Team Fader Master 430 LC. Ki is csomagolom a botot, és nézzük a paramétereket. Ez a horgászbot már első ránézésre a távdobás sugallja. Osztott nyéllel rendelkezik a bot, Eva markolattal, egy dizájnos orsó tartót kapott, melyet ragadozó halas botokon láthattunk csak eddig. Döntött gyűrű sorral rendelkezik, megnövelt gyűrű átmérőkkel, így a nagyobb dobóelőtétek, vastagabb dobóelőtétek is könnyedén fognak a gyűrűkön keresztül távozni. A botnak a felületét, ha megnézzük, egy magasabb árkategóriába megszokott borítást kapott a bot. Mögöttem a Fehérvár csúvói víztározó van, 120-150 hektár a területe, vízállástól függően. Kora tavasszal, amikor még a nagy halak beljebb vannak, illetve nyáron, amikor már a nagy melegbe szintén beljebb vannak a nagy testű halak, de a lehűlő vízbe, és ilyenkor, mint most is, decemberbe, természetesen nem a part közelbe vannak, hanem minél beljebb. Ez a bot nagy segítségemre lesz ebbe, hogy elérjem ezeket a nagy testű halakat. Mindenkinek szívvel ajánlom ezt a botot, ez egy igazi mindenes bot. A Master LC-vel dobálhatunk nagy súlyú PVA begeket, metód fader kosarakat és pellet kosarakat is nagy távolságba. Mai pecára egy PVA begezésre készültem, 430-as LC-vel be is vetem, ez kb. 120-125-ben. Körül van ez a PVA tesak. Én esetben be se görbítem a spiccet, mert két különböző típusú bot van nálam. Egész egyszerűen
bekapcsolom a kapásjelzőt. Kezdődhet a pecet.